Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. December 25-én indultak a titkos éjszakák, a jó szellemek éjszakái, és ez eltart január 5-ig. Január 2-án a 9. napnál tartunk. És ahogy te átéled ezt a napot, hogy milyen események történnek, milyen kapcsolataid vannak, vagy milyen a hangulatod, ezt átviszed automatikusan szeptember hónapra. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami 11 órakor kezdődik és eltart éjfélig. Ha gondolod, részt vehetsz ezen a szertartáson, ez kihat szeptember hónapra és bizonyos témákra, mint például jó döntéseket hozni, egy új irányba tekinteni, változtatni valamit egy bizonyos helyzeten, vagy az életeden, jó kapcsolatok, vagy kommunikáció, és azon kívül a gyógyító erő. Mert ha beteg vagy, vagy valaki beteg, akkor ennek az energiának van egy gyógyító ereje. Azt is jelentheti, hogy ez a hivatásod, és ezen a területen szeretnél dolgozni, vagy ezen a munkahelyen, ezen a területen szeretnél valamit javítani a helyzeten, hogy legyen egy kiút, legyen egy új irány, legyenek változások, vagy jó kapcsolatok. Jelentkezhetsz erre a szertartásra e-mailen keresztül, a díjam 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit szólnak hozzá a kártyák. Itt látható, hogy vársz valamire, vagy vársz valakire. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy valaki vár rád, és vannak elvárásai. Itt lesz egy ajándék. Ez lehet egy ajánlat, lehet egy jó hír is, vagy azt is jelentheti, hogy valaki megajándékoz téged. De azért légy még kicsit türelmes. Itt van a remény, hogy minden jóra fordul. Itt lesznek jó kapcsolatok. Megjelenik egy barna hajú férfi, és megjelenik itt egy barna hajú nő is. Mindkettő, a férfi is, és a nő is, jó szándékokkal, vagy egy ajándékkal közeledik hozzád. Mint ahogy a fő téma most ennél az energiánál a gyógyító erő, érdekes, hogy a kivetésnél megjelenik itt a betegség. És ha erről van szó, akkor lesz gyógyulás. Nem csak a szertartás miatt, hanem a kártyák is mutatják, hogy itt elveszik valami. Itt ez a veszteség eltávolítja a betegséget, ami annyit jelent, hogy javulni fog a helyzet. Ez lehet egy beteg személy, vagy te vagy beteg, vagy valaki a környezetedben, de jelenthet egy bizonyos helyzetet is, ami eddig betegített téged. És ez elmúlik. Ez a betegség, ugyanúgy, mint ez az energia jelenleg utalhat a hivatásra is. Ha ezen a területen szeretnél dolgozni, akkor a kártya azt jelenti, hogy valami elmúlik, az lehet, hogy lezársz valamit, vagy azt is jelentheti esetleg,
hogy elküldenek a munkahelyről, mert itt látható a veszteség, de ne légy szomorú, mert ez jó lesz számodra, hiszen itt közeledik egy ajándék, aminek szimbolikus jelentése is van, egy nagyon jó ajánlat. Tehát te nem veszítesz el semmit, hanem lehetnek itt majd változások, de lesz egy jobb ajánlat, javulni fog a helyzet. Itt láthatóak a gondolatok, a te gondolataid. És melyik irányba tekintesz? Mi a gondolatod? A veszteség vagy a nyeremény? Negatív gondolatok vagy pozitív gondolatok? Ha az a gondolatod, hogy itt elveszítesz valamit vagy valakit, akkor ez így fog történni, hiszen a gondolataiddal és az érzelmeiddel befolyásolod a jövődet. Tehát ügyelj mindig a gondolatokra és az érzelmekre is. Fontos a pozitív gondolat, a pozitív érzelmek. És ha itt a nyereményre gondolsz, hogy akár mi lesz, vagy akár milyen irányba történnek bizonyos dolgok, az életedben itt vannak sikerek, nyeremények, szerencse, akkor pontosan így lesz. Én megismétlem magamat. A gondolataiddal, az érzelmeiddel befolyásolod a jövőt. Tehát ügyelj a gondolatokra, ügyelj az érzelmekre, mert ez a kisugárzásod, és amit kisugárzol, azt fogod vonzani. Tehát befolyásolod a jövődet. Itt látható egy férfi a képen. A kártyáknak van szimbolikus jelentése is. Ebben az esetben ez a kép jelenthet egy nőt is, hiszen tanácsot ad valakinek. Az lehet, hogy ez a barna hajú férfi ad tanácsot számodra, vagy kér tanácsot tőled. De ha ez a kép a hivatásra utal, hogy te vagy az a személy, aki tanácsot ad másoknak, akkor itt ez a kép jelenthet egy hölgyet is. Itt egy bírósági ügyről van szó. És lehet, hogy valaki közeledik hozzád, aki tanácsot kér téged, mert nem tudja, hogy mi történik a bíróságon, hogy miben higgyen. Lesz itt veszteség vagy nyeremény? Nem lehet tudni. Tehát szüksége van arra, hogy te adj jó tanácsot, hogy bízzon abban, hogy minden jóra fordul. Itt ez a bíró, ez lehet egy bírósági ügy is, de lehet egy bizonyos helyzet, ahol ez a személy, akinek tanácsra van szüksége, valamit igazságtalannak lát a környezetében, és pontosan ez betegíti őt. Kell a beszélgetés, a kommunikáció, mi hogyan fog alakulni, egy jó tanács, és ez ne a veszteség legyen, hanem a nyeremény. És akkor így fognak alakulni a dolgok. Ez a nyeremény, az lehet egy pénzügyi dolog is, hogy pénz jön a házhoz, lesz nyeremény, lehet, hogy itt a hivatás által. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!